A judóról azt kell tudni, hogy Japánban igazából arra hozták létre, hogy egy testnevelési rendszer legyen, arra hozták létre, hogy egy erkölcsi morális rendszer legyen, és arra, hogy versenyzésre alkalmas legyen, ugyanakkor hatékony önvédelmet is biztosítson. Na most ezt a sok-sok dolgot nagyon kevesen csinálják egyben Magyarországon. Mi ezzel a kis egyesületünkkel megpróbáljuk egybefogni a judónak az összes célját. A csapatnak az edzései a nevelési központban vannak. Először esélybemutatót fogunk látni, ahol viszonylag magasról fognak a fiatal judokák zuhanni. Zuhanásokat mutatnak be a sportolók. Ezt a technikát. Ezek a judokák 9 és 13 év közöttiek, tehát innen is látszik, hogy azért ezt meg lehet tanulni. Nehezítjük tovább a feltételeket, két emberen át mutatják be a sportolók a technikát. Kicsit judós formában, három emberen keresztül mutatják be a judó zuhanást. A gyerekeket itt látunk, átlagban egy éve kezdték el a judót, heti két edzéssel. Kérem, mellé légy! Balábot a mellé légy, szövőd jobb lábát! Három!
mögé, négy elemi letekedünk. Oké? Okay. Te nem csak az edzésekkel foglalkozol, nem csak edzősködsz, hanem oktatással is szoktál foglalkozni. Hát igen, az egyik szívügyem, a rendszerváltás körül az egyik pártnak, nem említeném meg a nevét, írtam a sportprogramját, én már abba benne foglaltattam, hogy a judónak be kellene kerülni az oktatásba, leginkább az esés technika miatt, amelyet én kis túlzással még fontosabbnak tartanék, mint akár az úszás tanulást, hiszen a vizet, aki nem tud úszni, át tudja kerülni. De mindjárt közlekedünk az utcán és elesünk. Óriási baleset megjegyzési jelentősége lenne ennek a sportnának, hogyha magasabb színvonalon tudna bekerülni, hiszen az egyensúly visszanyerésnek is a művészete, hiszen folyamatosan arra törekszünk, hogy a másikat kibillentjük, illetve mégis sikerülök, úgy érkezzen a talajra, hogy sérülésmentesen ezt megúszta, és utána föl kell, mintha mi se történne. Ez valahol a TB kasszának is egy könnyebbséget jelent, én úgy gondolom. Most látnak a nézők egy bejátszót. Mi ez? Ezek óvodás gyerekek, igazából 5-6 éves korúak. Gyakorlatilag itt már túl vannak az esések alapjain, tehát hangsúlyozom, legyen az alapjain, és akkor megpróbálják egymáson alkalmazni a tanult nagyon-nagyon egyszerű kis ilyen gáncsokat, és látszott a gyerekek is, ahogy meghajoltak, tehát nagyon fontos a nevelési részét hangsúlyozni a judónak, náluk ugyanúgy be kell tartani, hogy egymást tisztelve meghajoljanak, kezet fogjanak egymással, tényleg nagyon barátságos a légkör ezeknek a gyerekeknél. Itt még 4,5 éves kisgyerek is volt köztük. Ez egy játékos gyakorlat, amit most látunk, ahol a gyerekek egymástól a labdát próbálják elvenni. Gyakorlatilag ezekkel a gyakorlatsorokkal a test minden izomzatát tudjuk erősíteni és fejleszteni, ugyanakkor a gyors reakció készséget, döntéskészséget, gyorsaságot, mindent tudunk fejleszteni nagyon egyszerű gyakorlatokkal. Ezt akkor szoktam csinálni, amit most látunk, amikor hát a gyerekeknél kicsit kezd leülni a hangulat, akkor bizony, hát én vagyok az áldozat, és megrohamoznak, és ezt elképesztően élvezik, amikor legyőzhetik az edzőjüket, és olyankor a feladat az, hogy valahogy engem a hátukra kell forgatni, hát természetesen hagyom magam a végére. Tehát mindig ők a győztesek, én itt csak vesztes lehetek,
ezzel mindig föl lehet dobni a hangulatot, és utána lehet velük ugyanúgy dolgozni, mint hogyha mi se történt volna. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor egészen kiskorban is már el lehet kezdeni. Abszolút, az én fiam 3,5 évesen kezdte ezt a sportágat, hát most már 5 éves. Hát megnézem a régi felvételeket, meg a mostaniakat, hát most már egy határozott kis férfi ahhoz képest. Akkor még kiszaladgált állandóan, hogy most inni kell, most szomjas, most fáradt, most már egyáltalán nem. Tehát már képesek a gyerekek végigcsinálni a foglalkozásokat. Nyilván akkor, hogyha megfelelő mennyiségű játékos elem szerepel benne, ez nagyon fontos. Hát én nagyon sok sikert kívánok még a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdióban. Én köszönöm, remélem, hogy a versenyek után majd még azért találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.